Már az új eszközökkel gyakorolnak a Szekszárdi KSC legfiatalabb tagjai. A sportegyesület egy pályázat segítségével szerzett be óvodások és általános iskolás alsó tagozatosok által használható fejlesztő játékokat. Minipalánkból például 14, míg kisméretű labdából 140 darabot vásároltak, amik a város 7 óvodájába és általános iskolájába kerülnek majd a 4 éve indult kosárvarás program részeként. A klub pályázott 12 millió forintra, több éve, 4 éve csináljuk tulajdonképpen ingyen ezt a kosárvarás programunkat Ovikban alsó tagozatban, és most végre a tavalyi és ebben a szezonban már költhetünk más forrásból is a pici gyerekeinkre, és ebből közel 4 millió forint értékben eszközberuházásra is szert tettünk. Ami nagyon izgalmas és szép, hogy minden szekszárdi óvoda kap majd 2 darab mini kosárlabda palánkot, ami mobil és bárhova elhelyezhető majd az óvodáknak az udvarán, illetve van összesen 140 darab 3-as méretű pici óvodásoknak való kis kosárlabda, és rengeteg olyan sporteszköz, ami igazából nem csak a kosárlabda sportágra használható, hanem mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket fejleszt, ilyen például a dinárpárna, vagy az állítható atlétikai gát, vagy akár az ilyen nagyon jó kis gimnasztikai labda, úgyhogy nagyon sok egyéb eszköz is van, és igazából nagyon boldogok vagyunk, hogy a város vezetésével együtt ezt a beruházást meg tudtuk valósítani, és most pedig ünnepélyes keretek között át is tudtuk adni az óvoda vezetőknek. Az óvodában azért jó, ha már találkoznak nem is a kosárlabdával, hanem magával a klubbal, mert mindig elmondom, hogy nyilván nagy verseny van a különböző táncművészetek, illetve más labdajátékok között a gyerekekért, de úgy érzem, hogy a több mint 45 éve gyökeret vert sportágnak komoly létjogosultsága van Szekszárdon, és úgy érzem, hogy már pici korban érdemes megismertetni velük a KSC fogalmát, ennek a nagy családnak a létét. A pályázatra, amiből most az eszközöket szerezte be a KSC, a város polgármestere és korábbi alpolgármestere Hag Éva hívta fel az egyesület vezetőinek figyelmét. Ács Rezső azt mondja, az előző ciklusban az önkormányzat és a KSC folyamatosan azon dolgozott, hogy minél több helyi gyerekkel szerettessék meg a kosárlabdát és a sportolás élményét. Ennek a munkának a részeként például iskolai tornatermeket és öltözőket újítottak fel. Városvezetőként mindig figyelek arra, hogy ne csak a mi intézményeink kapjanak valamit, hanem minden olyan intézményre szeretnénk odafigyelni, minden olyan óvodára, ahova szexuális gyerekek járnak és szexuális gyerekek sportolnak, közben labda eltalált egy kislabda, hála a jó Istennek, hogy mögöttem is látható az NBA csapat tagjai is kint vannak. Ez szerintem óriási élmény minden gyereknek, hogy velük együtt kicsit szórakozhatnak, dobálózhatnak, de komolyra fordítva én azt gondolom, hogy egy széles bázison alapuló olyan összefogás valósult meg ennek a pályázatnak köszönhetően, ami aztán hosszú távon mindenképpen a város és a klub érdekét fogja szolgálni. Unikum a magyar mezőnyben, a magyar NBA-es mezőnyben a szekszárdi KSC, abból a szempontból, hogy nagyon sok saját nevelési játékos játszik, aztán lett válogatott is, elég csak Csurdalágit említeni. Én azt gondolom, hogy ez örök példa lehet a kisgyerekek számára, és ennek köszönhetően, illetve az eszközök beszerzésének köszönhetően egyre többen fognak felkelni a számítógép mellett, egyre többen fognak labdát ragadni, és egyre többen fognak mozogni. A gyerekek a sporteszközöket még a héten használatba vehetik a város óvodáiban és általános iskoláiban.